Maja magyar, híja haza, itt az idő, most vagy soha. Zenés verses műsorral emlékeztek a Bólyai iskolában a 165 évvel ezelőtti eseményekre. A diákok a márciusi ifjak függetlenség és szabadság iránti vágyára hívták fel a figyelmet. Éppen mi volnánk arra kárhoztatva, hogy keresztbetett karokkal legyünk kénytelenek végromlásunk elébe nézni? Nem hiszem. Ez már a Szavária Egyetemi Központ aulája. Itt a szónok arra emlékeztetett, hogy a fiatalság akkoriban nem csak fegyverrel, de a tiszta szavak erejével is harcolt. Büszkét lehetünk arra, hogy ennyi idős emberek, mint mi, képesek voltak a jövő generációjára példát állítani. Megmutatták azt, hogy nem csak fegyverrel és vérrel lehet elindítani bajunkat és kinyilvánítani akaratunkat. Előre, magyarok! Nem csak iskolákban emlékeztek meg az ünnepről, a Váci utcai idősek klubjában negyedik osztályos vácis diákok kedveskedtek irodalmi műsorral. A városi ünnepség pénteken 8:30 kezdődik a Batthyány szobornál, majd az ünneplők Horváth Boldizsár szobránál tisztelegnek. A huszárok a Király utcán átvonulnak a főtérre, ezután a Vörös Sándor Színház művészei forradalmi játékot adnak elő a belvárosban, a moziban pedig megrendezik a hagyományos sajtófotók kiállítást. Vasárnap ugyancsak a moziban 10 órától vitézes játékra várják a családokat.